Szávasz, üdvözlök mindenkit ezzel a szép napon! Nem tudom, hogy hiányoztam-e vagy nem, de nekem nagyon hiányoztak ezek a videók, ez a beköszönés. Komolyan mondom, mennyi ide nem volt most videó? 5? 5, 4, 5, 6, 7, körülbelül? 7? 7? Kinek hiányoztunk? Legalábbis a videók, ha mi nem is vagy én nem is senkinek, de a legalább a videók. Nem tudom, nekem hiányoztak, mindenki hiányzott nekem, komolyan mondom, a kommentek, még a rossz kommentek is hiányoztak, senki nem kommentált. Kaptam pár kommentet, képzeljétek el, majdnem minden nap egy 2-3-at, de rossz kommenteket nem kaptam, még azok is hiányoztak, komolyan mondom nekem. Amúgy ebben a videóban nem más szeretnénk csinálni, mint mit? Mondani. Kellemes karácsonyi ünnepeket szeretnénk kívánni mindenkinek, és nagyon szép, nem, nagyon jó, nem, nagyon boldog új évet, vagy csak boldog új évet. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet szeretnénk kívánni mindenkinek. A videók még nem jöttek vissza teljesen, ezek ilyen beköszöntős videók, ahogy látjátok. Majd valószínűleg januártól rendszeresen majd visszajönnek a videók. Ez ilyen beköszöntős, kalapos, sapkás videó. A Lukasznek csörgős a sapkája, az enyém az nem. Ez csak ilyen sima. Amire várunk? Úgy, arra várunk. Apám, na légy, igen, lefejezz, várjál. Amúgy itt vagyunk ki, én és a Lukasz csak ketten kijöttünk egyet, ugyanis nagyon jó az idő. Mutatom, hol vagyunk. Itt egy sziget mögöttünk. Nem tudom, mennyire lehet látni. Ott van az óceán arra felé. Surfers Paradise, ugye, ahol vannak azok a házas részek, ott arra van. És kijöttünk egyet ezzel a csónakkal. Ugye, aki rendszeresen nézi a videókat, vagy szokta nézni, ugyanis most már nincsenek videók rendszeresen. Rendszeresen nézi a videókat. Tudjátok, hogy vásárolok mindig csónakot, meg eladom. Jelenleg ez az új csónakunk. És majd a következő pár videóban lehet, hogy beszélek a csónakokról, lehet, hogy valakit érdekel, lehet, hogy nem. És ezzel jöttünk ki egyet, valószínűleg megtartjuk egy ideig, ugyanis ki tudunk ide jönni, ahol nincsen senki, hogy látjátok, egy-ketten jetskiznek, és úszunk egyet, úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint gyorsan megmutatom nektek a hajót, a csónakot, hát ha valaki kíváncsi rá, aztán beleugrunk a vízbe, rendben van? Okay. Amúgy hoztunk magunkkal mindenféle fajta dolgot, inni, majdnem, hogy enni is, csak ilyen chipset hoztunk, úgyhogy várjál, mutatom nektek, amúgy ez ilyen kisebb hajó, de hullámzik a víz. Na, azt hiszem, leveszem a sapkát a fejemről, mert nagyon izzad már a fejem. Mit csinálsz? Szerintem vedd le a sapkát, mert rettentő meleg van. Nem probléma. Komolyan mondod, ott hány fok van? 30 valamennyi biztos, hogy van. Jaj, te! Mit csinálsz? Na, itt a motor, ahogy látjátok. Várjál, fogaszkodok. Még nincs ez a hajó vagy csónak megtisztítva. Ugyanis körülbelül egy hete hoztuk haza. És így néz ki. Az ülést egy kicsit meg kell csinálni, hogy látjátok. Az első ülés úgy hiányzik, legalábbis az alja megvan, de nincsen rajta semmi se. És ami nagyon szép állapot van, van rajta egy ilyen halkereső, ahogy látjátok, meg megmutatja, hogy milyen mély itt a víz. Jelenleg itt mit mondtam? Milyen mély volt itt a víz? Olyan másfél méteres, úgyhogy itt fogunk beleugrani. Látod? Itt a part mellett, hogy ki tudjunk úszni, a Lukasz rajta van a mellény. Hoppá! Amúgy tudjátok, hogy ez micsoda? Ez olyan dolog, hogyha bekapcsoljuk, mert véletlenül elveszünk kint az óceánon, akkor jönnek értünk, képzeld el, jönnek értünk és kimentenek minket, ugyanis ez küld egy ilyen jelet. Amúgy múltkor képzeld el ott, Lukasz, emlékszel rá? Miért? Csak úgy hullámzik a víz. A helikopter ott volt, komolyan mondom, és valakit mentett ki, ott állt a levegőben, leengedték az embert kötélen, ugye az életmentőt, és kiúszták a másikat, aki ott fuldoklott, és vitték el befelé. Érdekes volt. Sok érdekes dolog történt, amíg nem voltak videók, de ami a kamerát még mindig nem cseréltem le, ez a régi kamerám, úgyhogy nem tudom milyen a kép. Jaj! Nem tudok megállni. Na mindegy, beszélek sok hülyeséget, úgyhogy szerintem ugorjunk a vízbe, mit szólsz hozzá? De most, oda kimászunk, fogd a kamerát, te addig filmezz engem. Jaj! Megvagyunk? Megvagyunk! Na én ugrok először, komolyan mondom, rettentő meleg van, a 35 fok van, 32 biztos. Jaj, rettentő izzadós az idő. Kiállunk, benne vagyunk. Ja! Rendesen? Ja! Ha megyünk, figyelj! 1, 2! 3! Kiesik a kamer! Meleg van kint, de a víz az annyira meleg, mint amennyire kinéz. Ez az a baj, hogy nincsen ilyen létra áttuján. És egy kicsit nehéz rá belemászni. Akarsz segíni, amikor én beesek? Megjöttem! Hú, komolyan mondom, leszem a sapkámat, mert tiszta víz lett! Mi helyzet, te mész? Mi? Te ugrasz? Mitől félsz? Belemenjek, azt elkapjalak? Nem! Nem? Biztos? Fogd! Mire van? Kell. Ja, nem tudom, kell a sapka, vagy nem kell a sapka? Ja, hol van a sapka? Oda leraktam, oda előre, oda le. Na várjál! Oda rakja te is oda be, aztán ugorunk. Hova mész? Te innét is ugorhatsz, nem kell oda kimászni.
Oda, nem ám bevered nekem magamat, vagy magadat. Jaj, te! Ron, még nézd is azt, hogy mit csinálsz. Amúgy ez 1978-as hajó, ilyen ablakot nagyon nehéz eltalálni, úgyhogy reméljük, hogy Lucas nem törje. Tényleg, bejövünk a vízbe! Ja, bejövünk, ami rettentő jó állapot van a hajó. Mit csinál? Bejövünk! Okay. Megjöttem! Ami itt szoktak cápák lenni, mert itt jönnek be az óceánról, de a cápa nem is delfin, az biztos. Én lássak! Hát ide, de ugye se le. Már próbálom fogni. Oké, akkor legyen a várjál! Várjál! Az a baj, hogy a kamera az nem vízálló. És hogyha belemegy a víz, akkor ez a felvétel elveszik, és nem megy a YouTube-ra. Na már hova megyek? Jövök, várjál! Na, hogy te egy kézzel úszni megkamerázni. Na, ugorjál! Two, three! Oh! Na, megvan! Ittunk egyet a vízből is, meg most egy ilyen kólát is, meg vizet a Lukasz. Ugráltunk egy-kettőt. Az a baj, hogy ez a kamera nem megy bele a vízbe, és hogyha belemegy ugye, akkor a felvétel is elmegy. Na, kicsit kifáradtam. Olyan mondom, nem az a baj, hogy beleugrasz, és a hajóra rámászni vissza egy kicsit nehéz, mert nincs rajta ezzel létre. Utána még a Lukasz is ki kell ugye húznom belőle. Na, minek? Én most ülünk egyet, hiszünk egyet, ugrálunk. Ugye a feleségem otthon van a Davis az alszik. És amúgy múltkor ki voltunk a Davis-szel, nem is egyszer-kétszer ő vezetett, rettentően szeret vezetni, ugye Lukasz? Na minden, a legközelebb ő is jön velünk, meg a feleségem is, és majd itt ugrálunk egyet. Amúgy ahhoz képest nem sokan vannak, nem? Komolyan mondom, egy-két hajó, egy-két jetski, amúgy sehol senki. Na mindegy! Amúgy egy kicsit majd itt ezt a hajót rendbe kell rakni, hajót, motorcsónakot rendbe kell rakni, ugyanis van itt ilyen üveg, ez a múltkori üvegünk, amúgy ott maradt. Mit csináltál? Ma leburítottad? Na mindegy. Úgyhogy mi most még ugrálunk egyet, rendben van? Aztán megyünk majd tovább haza. Ezt a mai videót itt most befejezzük. Ugyanis ez egy rövid videó lett, csak gondoltam, hogy mindenkinek kellős karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. Remélem, hogy tényleg jól telt az évetek, a következő év még jobban fog telleni, és nem sokára majd találkozunk. Addig is mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Attól függ, hogy mikor nézitek a videót, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!